A Gombás étteremben tartotta meg éves őszi vállalkozói fórumát a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 18. és 19. kerületi tagcsoportja. Immár 12 éve rendezik meg az előadói színteret, ahol maguk a tagok választják meg az éppen aktuális témákat. Szoktunk egy kör e-mailt küldeni, hogy ha vállalkozóknak van valamilyen kérdése a kerülettel kapcsolatban, akkor azt fölvesztük napirendre. Amennyiben nem, akkor mindig az aktuális kérdéseket, akár egy adókérdés, akár egy helyi beruházás, akár egy kamarával kapcsolatos aktuális kérdés. Szabó Zoltán, az MKB Bank Dunaházi fiók vezetője a gazdasági válság hitelintézetekre gyakorolt hatásairól beszélt. Kiemelte, hogy a piac újból beindult ezen a területen. Előadásában az állami garanciával vállalt finanszírozásokra helyezte a hangsúlyt. Ebben az évben csak és kizárólagosan beruházási hitelcélokat lehet finanszíroztatni itt a 2,5%-os MNB programon keresztül. Itt legyen szó vásárlástól, építéstől, felújítástól, korszerűsítésen át bármi. A Városgazda 18. kerület non-profit ZRT is bemutatkozott a vállalkozói fórumon. A közszolgáltatásokat Budapesten részben a nagy fővárosi önkormányzat, ugye a jelentősebb közművek tekintetében, mint vízmű, gáz és egyebek tekintetében, ugye a fővárosi önkormányzat nyújtja, és a kerületeknek igazából csak kisebb szeletek jutnak a közszolgáltatásokból. Ezen szeretek jelentős részét a 18. keretbe, ami cégünk nyújtja. Banyár László, a vállalat vezérigazgatója a kezdeti nehézségekről is beszélt. Talán a legnehezebb dolog az indulás volt itt is, mint minden vállalkozás életében. Ugye itt 4 olyan céget kellett egységé formálni, amely mindenféle szempontból különböző volt. Ugi Attila polgármester a jövőbeni korszerűsítésekről tartott előadást, melyből kiderült, hogy kiemelten kezelik a sport célú fejlesztéseket. A sportinfrastruktúra fejlesztés keretein belül fog lezajlani reményeink szerint 2019-ig néhány nagyon fontos fejlesztés. Egyik irányból az MLS-szel, a Magyar Labdarúgó Szövetséggel tervezünk egy együttműködést, illetve ez már úgy tűnik, hogy a célegyenesbe fordult. Ez a Malév sporttelepnek a felújítását jelenti, illetve a Malév sporttelep teljes átalakítását jelenti. A Vilmos Endre Sportcentrum nem csupán korszerűbb lesz, hanem újabb sportlétesítménnyel is gazdagodna. Vannak reményeink arra, hogy meg tudunk állapodni abban, hogy ott egy 50 méteres úszoda lesz. Ez azért nagyon nagy szó, mert hogyha összeszámoljuk, egész Magyarországon nincsen 2 tucat 50 méteres úszómedence. Szintén nagy sportcélú beruházásnak számít a lőrinci sportcsarnok átalakítása. Ezt is szeretnék véghez vinni 2019-ig. A jelentős része egy energetikai korszerűsítés lesz, egy energetikai felújítás lesz, és emellett egy picit át is fog alakulni, két oldalú nézőtérré fog átalakulni, és sokkal több olyan rendezvénynek a befogadására lesz alkalmas, mint aminek jelen pillanatban nem tud. A polgármester a fórumon többek között külön foglalkozott még az oktatási nevelési intézmények infrastruktúrális fejlesztéseivel, valamint az új kerékpárút kiépítésével is.